Fudermajer Anna és Varga Zsombor alkotja az idei év királyi párját a bátaszéki II. Géza gimnáziumban. Elmesélték, hogy miként folytatták egész héten át tartó kampányukat az iskolában, és hogy mit jelent számukra a Géza napi kultusz. A diákok ilyenkor megmutathatják a tehetségüket, hogy milyen tehetségesek például versmondásban, vagy éneklésben, vagy táncban, de akár az osztályok is összeállhatnak és előadhatnak egy jó műsort, ami szerintem mindenképp egy jó program az osztály számára, összekovácsolja a csapatot, és szerintem nagyon jó, hogy most a járvány után meg tudták rendezni, és a város is részt vehet rajta, és megnézheti az előadásokat. Az volt a szerencsém, hogy nagyon sok ismerősöm van most a gimnáziumban, akikre számíthattam, és két barátnőm segítségével kampányoltam. Minden nap bementünk az osztályokba, és kis üzeneteket, könyvjelzőt osztogattunk, és plakátoltunk a folyosón. Igazából itt mindenki meg tudja mutatni a tehetségét. Különféle színdarabokat tudnak előadni a diákok. Tanári segítséggel, vagy akár az osztállyal egy ötletet kitalálnak, és akkor azt adják elő a városnak, annak a résznek, akik el szeretnek jönni erre a műsorra. Minden osztály nagyon sokszor színvonalas és vicces előadást szokott előadni. Számunkra ez a legvártabb esemény ez ilyenkor. Az elején nem nagyon bíztam abban, hogy meg fogom nyerni, ugyanis a másik két jelöltet én esélyesemnek tartottam. De a kampányunk nagyon jó volt, a barátaimmal egy nagyon erős kampányt tudtunk csinálni. Osztálytermeket jártunk, a diákok a fotót készítettünk, és igazából szerintem ezzel, hogy közvetlenebbek voltunk a diákokkal, ezzel tudtunk megnyerni a választást. Az egész hetet átölelő esemény sorozat záró ünnepségére a bátaszéki művelődési házban került sor, ahol verses, zenés és táncos műsorok szórakoztatták a látogatókat. A Géza ünnepkör iskolánk névadójának az ünnepe, amelybe bele tartozik a királyválasztás, a királyi koronázás és a Géza gála. A Géza gála, mondhatnánk azt, hogy egy talent show, amelyben az iskolánk diákjai megmutatják, hogy miben tehetségesek. Táncban, énekben, versben hatalmas jelentősége van a gálának a diákok számára, hiszen hetekkel előtte elkezdik a készülődést, sőt, van, amikor már fél év előtt elkezdődnek a próbák és a szerepeknek a kigondolása, hogy ki miben lenne jó, mit szeretne csinálni. És ugye a színdarabok, azok általában az osztályok által megírt színdarabok, amelyeknek a koreográfiáját, a szövegét mi állítjuk össze, és segítünk a diákoknak ennek az összeállításában. A király és a királyné választás nagyon érdekesen történik az iskolákban. Mindig a 11. évfolyamról kerül ki a királyi pár, Géza és Eufrozina, és a diákok választják meg a királyt és a királynét titkos szavazással. És természetesen a jelöltek közül, akik kampányolnak egy egész hétig az iskolában, a legtöbb szavazatot kapók lesznek megválasztva királya és királynével. Több néptánc lesz, versek, három rövid színdarab, és természetesen a várva várt tanári produkció. A fellépők között többen is megemlítették, hogy nagy örömmel tölti el őket, hogy újra közönség előtt szerepelhetnek. Számomra ez egy várva várt alkalom volt, ugyanis a járvány óta ez az első alkalmak közé tartozik, amikor egy szavallattal állhatok színpadra, és nem táncolok, vagy nem egy színjátszós előadást mutathatunk be a többi társammal, hanem végre egy verssel, egy szavallattal állhatok ki a közönség elé, és úgy gondolom, hogy ez az iskolánk és a város számára is egy nagyon boldog és örömteli alkalom. Szóval ez egy olyan alkalom, amit mindenki méltán várt. Ma egy gömöri verbunkot, vasvári verbunkot adtam elő, ami a Gömör a felvidékhez tartozik, és mivel a bátaszéki felvidéki néptánc egyesületbe táncolok, ezért egy kicsit hazait akartam hozni ebből. Ezt a táncot én 2019-ben egy szólótánc versenyen táncoltam először, ahol kiemelt aranyminősítést kaptam, és azóta folyamatosan előjön ez a tánc minden egyes ilyen kis mozzanaton. A Géza napi gála minden bátaszéki II. Gézás diák számára nagy jelentőséggel bírt, melyet mi sem bizonyított jobban, mint hogy színvonalas produkcióikra akár több hetet is készültek.